A mesemalom. A fák árnyéka már nyúlni kezdett, amikor Móricz a diófa alatt magához tér délutáni álmából. Arra ébredt, hogy egy közeli szempár szegeződik rá, melyből olyan szomorúság és elhagyatottság áradt, hogy majdnem hálójába ejtette a fiút. De csak majdnem, mert Móricz gyorsan összegyűjtött magában minden kis csepp derült, és felült, hogy szemügyre vegye látogatóját. Egy csontra aszott, rühös, kóbor kutya állt előtte. Hát téged honnan szalasztottak, te szegény? Mormogta a kutya látványától megindultan Móricz. A kutya csak igézte mozdulatlanul. Móricz elővette maradék kenyerét, és eléje dobta. A kiéhezett állat reszketve vetette rá magát a kenyérdarabkára, mohón evett, majd a fiú lába mellé telepedett. Móricz éppen lehajolt, hogy megsimogassa, amikor lába mellett egy frissen vágott fűzfa vesszőt pillantott meg. Kezébe vette, és jó nagyot suhintott vele. És ekkor kertjében, pont azon a helyen, ahol állt, egy bővízű forrás fakadt. A víz üde csörgedezéssel vájt a medrét, pár perc múlva már jókora patak lett belőle. Móricz csak ámult-bámult, aztán gondolt egyet, és egy gátat épített a patakra. A gát fölött a víz tóméretűre terebélyesedett. Kis idő múlva Móricz gondolt még egyet, és úgy határozott, hogy a patakra egy malmot is telepít. Össze is hordott a környékről minden kődarabot, kidőlt fát, amit csak talált. Nőtt a malom napról napra, Móricz malomkereket kerített, tetőt ácsolt, a kutya vígan csaholt a nyomában. Amikor teljesen elkészült és beindult a malom, Móricz észrevette, hogy a garat magába szív minden szót, hangot, zörejt, ugatást, ami elhangzik közelében. A malomkerék pedig forgás közben sosem hallott mesékké fűzi mindezeket, és a meséket a patak ámító csacsogással ragadja magával. Móricz és a kutya a parton ülve hallgatták a mese árt. De a malom egyszer csak kifogyott a szóból, és Móricz nem győzte szóval egymagában. Elhatározta hát, hogy bejárja a környéket, és összegyűjt minden valamire való hangot, szót, mondatot. Kamrájából, pincéjéből összeszedte üres zsákjait, és elindult kutyájával vándorútra. Amint beértek a legközelebbi faluba, Móricz ráköszönt az első szembejövőre. Adjon Isten jó napot, bátyám uram! Álljon meg egy szóra! Vágott bele Móricz a közepébe. Beszéltek mindenféléről. Szót követett addig, amíg több zsák is megtelt kanyargós mondatokkal, tréfákkal, adomákkal. Aztán Móricz elnézést kért emberünktől, hogy olyan hosszú ideig szóval tartotta, és elköszönt tőle. Elégedetten ballagtak tovább, még egy fényes portán akadt meg a szemük. Móricz bekopogott az ajtón, és éppen köszönésre nyílt volna szája, amikor az ajtót nyitó, komor tekintetű háziasszony se szó, se beszéd becsapta előtte az ajtót. A házigazda épp a pincéből bújt elő, amikor szemtanúja volt a barátságtalan jelenetnek. Elnézését kérem! Mentegetőzött szégyenkezve, sírós hangon a kisember. Ilyen rossz természete van a feleségemnek. Hiába próbáltam megértetni vele, hogy a kedves beszéd gazdáját dicséri. Csak pusztába kiáltott szó minden, amit neki mondok. Nem te semmit! Szóra sem érdemes, felelte Móricz, és magára hagyta az óbégató öreget. Szótlanul folytatták útjukat. A kocsma előtt a kutya hegyezni kezdte fülét. Bentről lárma, hatalmas szócséplés hallatszott. Móricz belépett a kutyával a füstös helyiségbe, és rendelt egy pohár friss mustot. Amíg iszogatta a habos italt, úgy teltek zsákjai dicsekvéssel, hencegéssel, síránkozással, érzelgős vallomással, hogy alig győzte nyitogatni szájukat. A kutya mellette üldögélt. Ekkor a szomszéd asztalnál ülő, hangoskodó fiatalember kötekedni kezdett Móriczzal.
gúnyolt a zsákjai és ágról szakadt kutyája miatt, ám belé is fagyott a szó azon nyomban, mert az Eb egyet vicsorított, szájával kikapta kezéből boros poharát, s tartalmát a sértegető arcába locsintotta. Móric gyorsan bekötötte a zsákok száját, és intett a kutyának, hogy indulhatnak. Tovább haladva egy iskolához értek. Itt aztán bőven akadt zsákolni valójuk. A folyosókon csak úgy úszott, kavargott az osztálytermekből kiszüremkedő tananyag. Egy nyelvtanóráról meg egyenesen szétválogatva szállt a mindenféle szófaj. Így külön zsákba kerültek a főnevek, melléknevek, igék és igenevek, határozók, névmások, névelők és névutók. A ragoknak, igekötőknek már csak Móric kalapjában és zsebeiben jutott hely. Egy szónak is száz a vége, Móric elégedetten távozott innen is kutyájával. Hátán a rengeteg zsák úgy dagadt a szélben, mint egy hatalmas légkömbköteg. Hazaérve a zsákokat, sűrű sorokban felaggatta a diófa ágaira. Időközben a patak mentén lakó emberek, akik már nem tudtak volna meglenni a mesék nélkül, hírét vették a mesemalomnak. Feltarisznyálták örömüket, bánatukat, és a forráshoz érve átadták a Molnár fiúnak, aki mindjárt le is járatta a malmon. Ettől a naptól kezdve a malom soha nem fogyott ki a meséből. A Molnár és kutyája egész nap ott ült a patakparton, felügyelve a mese folyamot. Mielőtt még megszakadt volna, Móric fogta a következő zsákot, és jól felöntött belőle a garatra.
Madarász Béni és barátai. Madarász Béni köszönését csak apró fejbiccentéssel fogadta a falu felnőtt lakossága, mert azt tartották, hogy madarat tolláról, embert barátjáról. Márpedig Madarász Béni barátságát senki sem óhajtotta, csak a gyerekek, akik titokban csodálták őt, és mindent elkövettek, hogy szüleik tiltása ellenére kerítése körül ólálkodjanak. Mert Béni házatáján volt ám látnivaló bőven. Kertje fáin ezernyi madárfészek, madáretető és kalitka. Annyiféle csivitelés, füttyár, kárrogás, víjogás, turbékorás kergetőzött portája légterében, hogy aki arra járt, azt gondolhatta, hogy a madarak Bábelébe tévedt. De nem csak udvara, kertje volt tele madarakkal, hanem a házába is beköltöztek. A konyhájába, szobájába, kamrájába, sőt a padlására, meg a pincéjébe is. Béni élt-halt madaraiért. Értette nyelvüket, és maga is csivitelt, fütyült, kárrogott, víjogott, turbékolt mindenféle madárnyelven. A madarak pedig hálásan viszonozták Béni rajongását. Béni csak ritkán mozdult ki otthonából. Időként nyakába akasztotta távcsövét, és madárlesre ment a közeli erdőbe, vagy meglátogatta barátját, Galambdúc Tóbiást. Galambdúc Tóbiás, a falu felhőtologatója és toronyóra mestere, a templom tornyában lakott. Azon egyszerű okból kifolyólag, mert lábai olyan hosszúra nőttek, hogy nem volt sehol számára alkalmas ház, amelybe befért volna. Ha nem akadt egyéb dolga, reggeltől napestig üldögélt a toronyban, lábait földig lógatva. Társasága a mellette fészkelő galambokból és egy csikorgó szélkakasból állt, amelynek köszönhetően Tóbiás mindig tudta, honnan fúj a szél. Tóbiás barátjával, Bénivel ellentétben nagy tiszteletnek örvendett falujában. De csak ő tudja, milyen sok időbe telt, amíg egy tiszteletet kivívta magának. Kezdetben toronyóra mesternek szegődött el. Állítgatta, javítgatta a toronyórát, olajozta, tisztította fogaskerekeit, és olyankor, amikor hosszabb időbe telt az órajavítása, maga mérte az időt. És kiabálta mind a négy irányba az órákat, perceket és másodperceket. Aztán valamikor később rájött, hogy ha lábujjhegyre áll, eléri a felhőket is. Próbaképpen meg is ragadott gyorsan egy sötétebb képű felleget, és egy kicsit tovább tolta. És ekkor állt be életében a nagy fordulat, mert etettének szemtanúi is voltak. Azonnal felismerték Tóbiásban a nagy lehetőséget. Nem lesz többé jégeső, szárasság, gondolták, hiszen Tóbiásnak csak egy mozdulatába telik a baj elhárítása. Attól a pillanattól kezdve nem volt vége hossza a kéréseknek. Szárad a sarjum, kérlek, tolj tovább az esőfelhőket! Rimánkodott egy módos gazda. Dehogy is tolt, kiszárad a veteményes kertem! Eső kellene, húzd közelebb mind a sötétjét! Hangoskodott egy asszonyság. Szegény Tóbiásnak főtt is a feje eleget, hogy hogyan tehetne igazságot. Rövid időn belül két érdekcsoportra szakadt a falu. Az eső és a szép idő pártiakra. Az emberek minden reggel összegyűltek a templom előtt, és a két csoport összemérte erejét. Készfelnyújtással szavazták meg az aznapi esőt vagy jó időt. Ennek megfelelően Tóbiás eltolta vagy közelebb húzta az esőfelhőket. Az is előfordult, hogy az esőt és a jó időt kérők teljesen egyenlő arányban voltak. Ilyenkor Tóbiás úgy igazgatta a felhőket, hogy a falu egyik felében esett az eső, másik felében meg sütött a nap. Középen pedig gyönyörű szivárvány ívelt.
Tóbiás éppen végére ért a reggeli felhőtologatásnak, amikor a távolban észrevette a madárrajban közeledő barátját, Madarász Bénit. Kalapjával már is integetett feléje. Béni a templomhoz érve felmászott a rozoga, szúette csigalépcsőn Tóbiáshoz, és leült melléje. Hoztam pár fürtojást reggelire, mondta Béni, kezében a tojásokkal. Köszönöm, Béni! Vette át Tóbiás az ajándékot meghatódva. Készülődnek a vándormadaraim. Itt van az ősz. Ez pedig azt jelenti, hogy elérkezett Gereben születésnapja. Folytatta Béni. Így van, nekem is eszembe jutott az imént. Át is léphetünk hozzá, ha megreggeliztünk. Ajánlott a falogatás közben Tóbiás. Tóbiás lépésével mérve valóban csak egy lépésnyire lakott Gereben, de Béninek legalább fél mérföldet kellett loholnia, amíg Gereben kapujához ért. A kapu mindig nyitva állt a kedves vendégek előtt, és Gereben számára nem volt e két barátjánál kedvesebb, senki a világon. Béni és Tóbiás a jól ismert ösvégyen egyenesen a kert végébe tartott. Egyszer csak Tóbiás halkan pisszentett Béninek, ami azt jelentette, hogy álljanak meg egy pillanatra és várakozzanak egy kicsit, mert Gereben még nem szállt le a lebegéséből. Ugyanis Gereben kerekes kocsiban élte életét, mivel lábait még kisgyerekként elveszítette egy balesetben. De sohasem bánkódott emiatt, nem volt szomorú. Kifejezetten szerencsés embernek érezte magát, mert olyan képességeket tudott kifejleszteni magában kocsijában üldögélve a hosszú évek során, ami másoknak eszébe sem jutna. Például megtanult lebegni. Nagyon jól olvasott mások gondolataiban, és ha behunyta szemét, a világ végéig is ellátott belső látásával. Amikor Gereben leereszkedett kocsijába, Béni és Tóbiás közelebb lépett hozzá. Isten hozott, drága barátaim, foglaljatok helyet e friss szénapárnán, szólalt meg mosolyogva Gereben. Úgy árad belőle a derű, hogy Bénire és Tóbiásra is egyből átragadt. Hoztam egy pár fürtojás születésnapodra, kezdte el Béni. Én meg egy felhőjátékot állítottam össze neked ajándékul. Folytatta Tóbiás, és azzal már Lábujjhegyre is állt, és olyan hozzáértően úsztatta, tologatta, fújogatta a felhőket az égen, hogy Gereben és Béni csak ámuldozott a fenséges látványtól. Időközben Béni madarai is kiszálltak Lódene zsebeiből, és füttyükkel, táncos röptükkel hozzájárultak a művészi mutatványhoz. A három barát nevetése elárasztotta a környéket, és a réseken, a tárt ajtókon, ablakokon át behatolt minden házba, kunyhóba. Olyan jókedv kerekedett mindenfelé, hogy még a falu legmarcosabb, legházsártosabb öreganyja is táncra perdült, jobb híján a seprűjével. Thank you.
A meteorit. Guruló Gereben a kertjében ült, mivel különösen kedvelte a szabadban töltött délutánokat. Az árnyékok már nyúlni kezdtek, a napsugarai, mint aranyló hajtűk, rézsutosan fúródtak a fák lombkoronájába. Gereben éppen hogy kilépett láthatatlan testében kocsijából, amikor kertje végébe egy jókora meteorit csapódott be hatalmas puffanással. Az egész falu beleremegett. Gereben egyből a becsapódás helyéhez libbent. Feneketlen mélységű lyuk tátongott alatta. Kis idő múlva a lyukból nagy fortyogással meleg víz áradat szökkelt a magasba, és egy igazi szökőkút, egy gejzír vált belőle. Gereben a kapu felől futó léptek zaját hallotta közeledni. Gyorsan visszaszállt látható testébe a kerekes kocsiba. Barátai érkeztek, arcukon rémülettel. Galambduc Tóbiás és Madarász Béni a toronyból látták az égen feléjük tartó fényes csíkot. Tóbiás jobb kezét ki is nyújtotta hirtelen, hogy elkapja a világűrből érkező fényességet, de csak annyit ért el vele, hogy a hatalmas sebességgel érkező valami jól lesúrolta új begyeiről a bőrt, és tovább zuhant, egyenesen a Gereben kertjébe. Hallották a robajt, érezték a földrengést is, és szörnyű aggodalom töltötte el őket. Rohantak, ahogyan csak tudtak Gerebenhez. Mindent láttunk! Kiáltották, amint megpillantották Gerebent. Szerencse, hogy nem téged vett célba az az űrparittyás, aki elindította ezt az óriás kavicsot. Viccelődött már is Tóbiás, megkönnyebbülve, hogy épségben látja barátját. Gereben megmutatta a becsapódás helyén fakadt gejzírt. A három barát körülállta a szökőkutat, és együtt ámuldoztak a különös történéseken. Tóbiás és Béni megmosták kezüket és arcukat a gejzír vizében. Tenyerüket öblösítve Gerebenre is locsoltak a vízből, aki játékosan prüszkölt a homlokáról leguruló cseppek csiklandozásától. A víz érintésétől mindannyiuk testében kellemes bizsergés és melegség áradt szét. Milyen jó leső érzése vízben pancsolni! Az lenne az igazi, ha medencébe gyűjtenénk az elfolyó vizet, és egy jó nagyot fürdenénk benne, mondta lelkesen Béni. Nagyszerű ötlet! Csillant fel a szeme Gerebennek is. A fászínben találjátok a szerszámokat, már is hozzáláthattok a medence kiásásához, mondta Gereben, és kocsijában maga is követte barátait. Estére elkészült a fürdőmedence. Tóbiás és Béni kiemelték Gerebent a kerekes kocsiból, és sokáig úszkáltak, pancsoltak a hold fényével ezüstözött, párálló vízben. Másnap reggel Tóbiás úgy érezte, hogy már nem hasogatja reumája, és a zuhanó meteorit okozta horzsolás is nyomtalanul eltűnt újbegyeiről. Béni pedig észrevette, hogy a kezén húzódó vágott sebe teljesen begyógyult a fürdőzéstől. Gereben is szokatlan élénkséget tapasztalt csonka testrészeiben. Úgy határozott, hogy gyógyforrását mások számára is hozzáférhetővé teszi. Rövid időn belül a faluban mindenki kigyógyult a reumából, köszvényből, sápkorból és egyéb nyavajákból. A csodálatos gyógyulások híre messzi földekre is elszállt. Ezt követően olyan zarándoklás indult mindenhonnan Gerebenhez, hogy az országutat is ki kellett szélesíteni. Gereben pedig hol egyik, hol másik testében örvendezett a gyógyulókkal.
Thank you.
A templom egere. Fanny Gereben születésnapján szeptember 13-án látta meg a napvilágot. Szülei, Ábris és Lidi három keresztapát szemeltek ki az újszülöttnek. Guruló Gerebent, Madarász Bénit és Galambduc Tóbiást. Fanny gyorsan növekedett és rövid időn belül különleges kislánnyá cseperedett. Nagyon hasonlított szüleire, de egészen szokatlan módon. Bal szeme kék volt, mint apjáé, feje bal oldalán részszínű csigákban kunkorodott a haja, akár csak Ábrisnak. Ám kissé vágott, jobb szeme feketén csillogott, mint az anyjáé,
és kékes-fekete színű volt jobb oldali, egyenes szálú varkocsa is. Apjához emberi nyelven szólt, viszont édesanyjával kizárólag csak kuruttyolva értekezett. Gyermektársai többször is próbáltak gúnyolódni vele furcsaságai miatt, de Fanni olyan huncut kedvességgel fogadta csúfolódásukat, hogy azonnyomban lenyelték rosszmájú tréfáikat, és azt követően csodálattal teli rajongással versengtek barátságáért. A gyerekek Fanni miatt egyre gyakrabban látogatták az állatmenhelyet, és közben az állatokat is megszerették, cicákat, kutyusokat fogadtak örökbe. Fanni gyakran látogatta kereszt szüleit. Segített Madarász Béninek Eledellel ellátni a madáretetőket, megtölteni vízzel az itatókat, összegyűjteni a földről a színes madártollakat. Rövid időn belül elsajátította a madarak nyelvét, s Bénit is lekörözte csivitelésben, turbékolásban, károgásban, víjogásban. Béni fészket épített keresztlányának a cseresznyefa ágai közé, hogy a madarak között pihenhessen, ha játék közben elnyomná az álom. Guruló Gereben kertjében Fanni versenyt úszott a kacsákkal, a gyógygejzír táplálta medencében. Ha elfáradt, felmászott a kerekes kocsira, egyenesen Gereben nyakába telepedett. Zsebeiből előszedte a Madarász Bénitől hozott színes madártollakat, és indián fejdísszel ékesítette keresztapja üstökét, majd karjaival nyakát átölelve nagyot szundított, mi alatt Gereben körbejárta kocsijával a kertet. Ha Galambduc Tóbiáshoz ment látogatóba, már messziről lobogtatta kendőcskéjét, hogy felhívja magára keresztapja figyelmét. Ilyenkor Tóbiás a toronyból, földig lógatva lábát, megemelte kalapját és ráköszönt. Isten hozott hangyák, csigák, tücskök és bogarak szépséges úrnője, gyere gyorsan, telepedj ide mellém! Ezen a napon is pontosan így történt minden. Fanni, mint fürge forgószél, kettesével szedte a templom csigalépcsőjét, és a toronyba felérve megpendítette a szélkakast, majd Tóbiás ölébe ült. Nézd csak, fogok neked egy bárányfelhőt, mondta Tóbiás, és Fannit nyakába ültetve Lábujjhegyre állt. Fodroszd ki a szélét, öltöztest ünneplőbe, elvégre vasárnap van ma, folytatta Mókás kedvel. Fanni késő délutánig fodrozta, csipkészte a bárányfelhőket. Ekkor a nyári naptól kissé elbágyadva elhatározta, hogy lemegy pihenni a templom hűvösébe. Az egyik hosszú padsor szélén húzódott meg, szemben Szent Ferenc szobrával. Alig, hogy elbóbiskolt, vékonyka hang ébresztette álmából. Légy szíves, adj egy falatka sajtot, hangzott az oltár irányából. Fanni meglepődve nézte a szobrot. Lehet, hogy csoda történt, lehet, hogy Szent Ferenc sajtot kér tőlem, kergetőztek fejében a kérdések, gondolatok. Szemét Szent Ferenc szájára szegezve izgatottan várt. A hang újból megszólalt, de a szobor szája mozdulatlan maradt. Itt vagyok az oltáron, Szent Ferenc mellett, de nem láthat csak akkor, ha adsz egy kis sajtot. Lidi felpattant helyéről, és hazaszaladt egy darabka sajtért. Amikor visszatért, remegő kézzel tette le a sajtot Szent Ferenc lábához. Köszönöm, szólalt meg a hang. Ha megeszem a sajtot, mindjárt láthatóvá válok. Ne félj tőlem, én vagyok a templom egere. A sok bajtöléstől úgy elfogytam, úgy elhalványultam, hogy emberi szemmel nem vagyok látható. Nem panaszkodni akarok neked, hiszen az én nemzetségem önként vállalta a templom sorsot. Leszoktunk a folytonos rágcsálásról, és a magasabb céloknak szenteltük életünket. Itt sohasem kerülünk az egérfogók csaptájába. Most sem az éhség vitt rá, hogy tőled sajtot kérjek, hanem próbára akartam tenni jó szívűséget. Szent Ferenc mellett élek, mivel ő tud az állatok nyelvén szólni. Ugye már látható vagyok? A sajt most kitöltötte összeaszott formám. Folytatta az egér a bemutatkozást. Fanni szeme előtt fokozatosan kibontakozott egy kisegér áttetsző alakja.
Az egér arca igen vékonyka, de annál kifejezőbb volt. Beszéd közben ráncolt a homlokát, szeme hol összeszűkült, hol kikerekedett, szája pedig mosolyra rándult. Azért szólítottalak meg, mert láttam rajtad, hogy nem mindennapi teremtmény vagy. Amikor sajtot kértem tőled, arról is megbizonyosodtam, hogy érted az állatok nyelvét. Látom szemeiden, hogy nem csak jó szívű, hanem okos is vagy. Ezért kérem segítséget. Tudod, én nagyon jól és biztonságban éreztem magam itt a templomban. Koplalásból akár bajnoki címet szerezhetnék. Szerettem, hogy láthatatlanul sétálgathatok Szent Ferenc csuhájának redői között. De a múlt héten történt valami, ami tönkretette lelki nyugalmam. Szombaton, a templom takarításának napján, az egyik takarítónő azt mondta a másiknak. De unom folyton ezeket a parmacskákat kergetni. Azóta csak rettegek, vége a nyugalmamnak. Biztosan rám leselkednek azok a pormacskák, még a nyávogásukat is visszafojtják, hogy nehogy elárulják hollétüket. Kérlek, nézz szét a padok alatt! Cincogta az egér vékony, esdeklő hangon. Jaj, de butácska vagy! Nevette el magát Fanni, hiszen a pormacskák nem igazi macskák, csak porosz szőzgombolyagok. Látod, ilyenek! És felvett egyet a földről, és az egér felé tartotta. Ó, köszönöm! Látod, mennyire tudatlan vagyok! Tudatlanságomból nőtt ki a félelme. Hát jól megijesztettem magam, már egy hete nem bírok aludni, mondta az egér, de már megkönnyebbülten. Most mennem kell, mert a toronyban vár rám keresztapám. Egy hét múlva újból eljövök, hozok még egy kis sajtot, és elbeszélgetünk. Búcsúzott el Fanni az egértől, és felszaladt Tóbiáshoz a csiga lépcsőn. Közben leszállt az este a tájra. Az ég sötét abroszán a csillagok úgy virítottak, mint frissen pattogatott kukorica szemek. Tóbiás meglepetéssel várta keresztlányát. A göncölszekér négy kerekére habkönnyű, hattyútollal bélelt függő ágyat akasztott. Fanni ujjongva ugrott bele a lengedező függő ágyba. Tóbiás álomba ringatta a csöpp teremtést, akit aznap a templom egere barátjául fogadott. Thank you.
jégen járó jeromos. Hallatszott a hullámcsobbanások szüneteiben a tenger irányából. Boldizsár a hang hallatára abba hagyta a homokvárépítést, és a vizet kémlelte a szipogás, hüppögés irányában. Néhány másodperc múlva az egyik hullámtaraj tetején megpillantotta a hangforrást. Egy kis jeges medvebocs egyensúlyozott egy vékony jégkorongon. A következő pillanatban már éppen Boldizsár mellé vetette ki egy parti hullám. Ahogy földet ért, a kis medve kétségbe esett zokogásban tört ki. Könnyei, mint üveggyöngyök peregtek fehér bundácskáján. Jaj, mi lesz velem ebben a szörnyű melegben? Hová kerültem? De hát nem nyaralni jöttél? Kérdezte tőle Boldizsár. Nyaralni? Hát abban mi lenne jó? Én csak telelni szeretek. Jaj, perzseli a homok a lábam, zúg a fejem, biztosan napszúrást kapta. Ugrándozott a mackó egyik lábáról a másikra, és közben alig győzte törölgetni magáról mancsával könnyeit és a patakzó verejtéket. Akkor hát hogy kerültél ide a mediterrán tengerpartra? Érdeklődött Boldizsár. Majd elmondom, de először kérlek, adj valami hideget, mert teljesen kiszikkadtam, és a bundám is perzselődik. Szipogta a jövevény. Boldizsár kivette hűtőtáskájából mind az 5 jégakut és a maradék hideg vizet. A bocsot beállította a sekély parti vízbe, hogy a forró homok ne süsse a talpát. A vizet gyorsan megitatta vele, a jégakukat fejére és hátára helyezte, majd bemutatkozott. Az én nevem Boldizsár. Te ki vagy? És honnan jöttél? Jégen járó jeromos vagyok, válaszolta a bocs a hideg víztől és a borogatástól kicsit megvigasztalódva. A hazám az északi sarkvidék, de szörnyű dolog történt velem. Éppen kedvenc jéghegyemen csúszkáltam, amikor egyszer csak útra kelt velem a jéghegy. És azóta csak utaztam tengerről óceánra, óceánról tengerre. A jéghegy meg folyton olvadozott alattam, egyre kisebbedett, látod, csupán ez a kis lapocska maradt meg belőle. Mutatta volna jeromos Boldizsárnak, de addigra már csak egy nedves folt árulkodott a jéghelyéről. Te szegény kis mackó, biztosan a felmelegedéstől indult el a jéghegyed. De ne búsulj, barátommá fogadlak, és segítek rajtad. Szereted a mazsolás kalácsot? Ha hideg, igen. Nem hideg, de nagyon finom. Csak az finom, ami hideg, és csak ott jó, ahol hideg van. Jelentette ki jeromos, és újból elpityeredett, mert a jégakuk pillanat alatt felmelegedtek a fején és a hátán. Boldizsár vigasztalni próbálta. Légy kicsit türelmes, és várj itt rám, míg találok neked valami hideg borogatásra valót ebben a hőségben. Mondta, és azzal elszaladt a nyaralóházak felé. Jeromos magára maradt. A déli nap sugarai tüzes nyilvesszőként fúródtak bundájába. Sehogy sem bírt egy helyben maradni. Elindult Boldizsár nyomában a házak irányába. Nem sokára csengő zenehang ütötte meg a fülét. Zicherájz a parti fagylaltárus közeledett színes fagylaltos kocsiján. A mackó el akart szaladni ilyettében, de a kocsi megállt, letáborozott, és jeromos észrevette, hogy egyik oldala kellemes árnyékot vet a homokra. A medve bocs gyorsan behúzódott az árnyékba, és úgy döntött, hogy ott várja meg Boldizsárt.
Közben a kocsi túloldalán Zicherájz kipakolta a fagylaltos kannák egy részét a pultra, ám a hűtőkocsi ajtaját véletlenül nyitva felejtette. Jeromos az árnyékban ülve azonnal megérezte, hogy valahonnan kellemes hűvösség árad feléje, és a kocsi alatt átbújva már is az ajtónál termett. A fagylaltárus háttalált az ajtónak, vásárlóival volt elfoglalva, így hát nem láthatta a kocsiba surranó medvebocsot. A kocsi belsejében jéggel telt csebrek sorakoztak, közepükben jókora fagylaltos kannákkal. Jeromos boldogan vetette rá magát a jégdarabokra. Egy ideig hasalt, majd hátára fordult, orrát is belefúrta a jéghalom közepébe. Olyan nagyszerűen érezte magát, hogy el is szenderedett. Amikor kellemesen lehűsülve felébredt, azon nyomban kitört rajta az éhség. Szimatolt jobbra, szimatolt balra, míg a kanna szájánál kellemes illat csapta meg az orrát. Mancsával lebillentette a kanna fedelét, és belenyalt a málna fagylaltba. Jaj, de finom hideg! Ez aztán az innyentség! Brummogta magában, és addig falta nyalta a fagylaltot, amíg a kanna kiürült. Ekkor Jeromosnak nagyszerű ötlete támadt. Belebújt a kiürült fagylaltos kannába, fejére húzta a kanna fedelét, hogy a hideg ne távozhasson az edény száján, és még egyet szundított. Ez alatt Boldizsár jégkockákkal táskájában visszatért a tengerpartra, és elkeseredetten látta, hogy Jeromosnak hűlt helye. Sokáig járkelt mindenfelé, kereste a bocsot, de sehol sem találta. Kedvetlenül folytatta tovább a homokvár építését. Már a nap is lemenőben volt, amikor nagy hangzavarra lett figyelmes. Körülnézett, és látta, hogy közelében egy fagylaltos kocsi mellett a kíváncsiskodók óriási tömege torlódik. A fagylaltos eszét vesztve kiabál, az emberek pedig hahotáznak, kurjangatnak körülötte. Amikor Boldizsár végre átfúrta magát a sűrű zajongó embertorlaszon, földbe gyökerezett a lába a meglepetéstől. Ugyanis a fagylaltos pulton álló kannák egyikéből az álmából felriasztott Jeromos kandikált ki álmosan, értetlenkedve. Előtte Zicherájz magán kívül ordibált. Ki hozta rám ezt az átkot? Jaj, a drága málna fagylaltom! Mind felfalta ez a szörnyetek! Ki fizeti meg a károm? Majd adok én neked málna fagylaltot! Meglásd, csak mász elő abból a kannából! Megtérítem én a kárát, bácsi, csak ne bántsak, kérem. Ő az én barátom, jégen járó Jeromos, az északi sarkról. Szörnyen kimelegedett szegény az utazásban. Hűsülnie kellett. Szólalt meg Boldizsár. Majd lehűsítem én, hogy a hideg is kirázza! Sziszegte Zicherájz fagyos mosollyal. De ekkor a bámészkodók Boldizsár oldalára álltak. Jaj, de édes kis jeges mackó! Én bizony nem sajnálom tőle a fagylaltomat! Mondta egy kékruhás kislány, és Jeromos mancsába nyomta az 5 gombócot tartó ostját. Én is veszek 3 gombóc fagyit a medvebocsnak! Hangzott a sor széléről. Kérek egy mogyoróst, egy eprest és egy kókuszost! Én is! Én is, én is! Csokoládés, megyes, szedres, dinnyés, citromosat, narancsosat, szilvás, barackost, hubikéket, narancsárgát, pettyes, csíkos, pepitát! Indult a kívánság ár mindenfelől, Zicherájz alig győzte tölteni a tölcséreket. Rövid időn belül el is fogyott minden fagylalt, és Jeromos a lakomától úgy járt, mint egyik távoli rokona, Mici Mackó. Beszorult a fagylaltos kannába, és nyomban el is aludt. Látja,
fordult a fagylaltárushoz Boldizsár. Kár volt méregbe gurulni szegény kis mackó barátomtól. Soha nem volt még ennyi vásárlója, mint ma. Ha nyaralásunk idejére bérbe adja a barátomnak a jéggel teli csöbröt és fagylaltos kannát, Jeromos meghálálja. Ide jár a környék minden nyaralója fagylaltot vásárolni, hogy láthassák a fagylaltos pultban tanyázó jeges medvebocsot. A fagylalt árus csak hümmögött, de azonnal belátta, hogy nem kárt, hanem szerencsét hozott rá a kis mackó. Nyomban el is fogadta Boldizsár ajánlatát. Jeromosnak olyan sikere lett, hogy aludni is alig bírt a kíváncsiskodóktól és a rengeteg fagylaltól a hasában. Zicherájsz pedig a következő naptól fogva 10 utánfutót kötött fagylaltos kocsijához, mivel nem tudott annyi fagylaltot hozni magával a tengerpartra, amennyit el ne kapkodtak volna a bámészkodó nyaralók.
Szellő. Pörgött, forgott szellő, a kis újszülött forgószél huncutkodva fújt a világba. Hangja vékonykán hasított a légbe. Játszva kavarta maga körül az udvar porát. Csak néhány hete vált le anyja derekáról, csak pár napja engedte el apja kezét, de már is igazi tehetségnek mutatkozott. Kitűnően tudott hajat borzolni, zászlót lengetni, arcot hűsíteni. Vigyázz, kincsem, ne távolodj el nagyon tőlünk, még gyenge vagy, könnyen erőd vesztheted, ha beszorulsz egy veszélyes, zárt helyre. Susogta féltőn édesanyja, lombhajlító, aki éppen fákat hajlítgatott, olyan szépen és hozzáértően, hogy férje, tetőrázó, nem győzött gyönyörködni művészetében. Ne aggódj érte, anyjuk! Süvöltötte tetőrázó a cserepeken citerázva. Meglásd, nem esik messze a fájától. Nem vagyunk mi holmi rongylengető, bokor ajszárító földön futók. Felmenőink a szél nemzetség büszkeségei. Nagyapám egyszerű szénaszárítóként kezdte, de szorgalmának és kitartásának köszönhetően mindent elsöprő hurrikán lett belőle. Apám fiatalon csélcsap szoknyalibbentő hírében állt, ám meglett korára rettegett tájfunként ismerte meg a világ. Emlékszel, amikor egy követ fújva találkoztunk, vékony pénzű tetőrázóként csaptam neked a szelet, de a múlt héten beiratkoztam egy tornádó tanfolyamra. Meglásd, ha majd lediplomázom, felhagyok a tetőrázással, és kibontakoztatom tehetségem. Büszke vagyok rád már is, susogta meleg fuvallatként lombhajlító férjének. Az én apám neves erdőtaroló orkán, és anyám a Monszun dinasztia leszármazottja. Gyermekünk kiváló képességek örököse. Majd, ha felnő szellő, én is elvégzem esti tagozaton a ciklonképzőt.
Amíg szülei tetőrázás, fahajlítás közben susogtak, zúgtak egymással, Szellő lefújta a száradó ruhákat a spárgáról, és Boldizsár fejéről a kalapot. Boldizsár kalapja után szaladt, de ahogy elérte volna, Szellő megint belekapott, és pár méterrel tovább sodorta. Nagyon jó játék volt. Boldizsár nevetve hajkurázta kalapját, Szellő pedig huncutkodva röpítette el előle. Nem sokára azonban türelmetlenül süvített fel tetőrázó. Gyere haza, Szellő! Gyakorolnod és tanulnod kell mellettünk, hogy nagy vihar kerekedjen belőled, mire felnősz. Itt ez a szélkakas, hadd lássam, meg tudod-e forgatni? Folyton csak ezt fújjátok, és mindig akkor, amikor a legjobban játszom! Sivított vissza mérgesen Szellő. Hogy felfújta magát már megint ez a rakoncátlan gyerek? Bár csak fújná így a kétszer kettőt, méltatlankodott lombhajlító, majd zúgolódva folytatta. Ha nem igyekszel, elkésel a vitorla feszítő edzésről. Lefújom az egészet, nyelvelt vissza Szellő. Húj, te orcátlan pimasz! Vakációban elszegődtetünk felhőterelőnek, hogy kevesebb időd maradjon a haszontalankodásra! Zengte tetőrászó, és felháborodásában levert egy tetőcserepet. Szellő látva, hogy apja és anyja egyre dühösebben zakatol, süvít, érezte, hogy eljött az ideje kiengesztelésüknek, mert különben jól megcibálják majd két oldalról üstökét. Így hát gyorsan elszelelt, és két csokor szél rózsával tért vissza. Lombhajlító és tetőrázó haragja azon nyomban lecsillapodott, és beállt a szélcsend. Tetőrázó kézen fogta lombhajlítót. Gyere, anyjuk, hosszú nap volt. Fújjuk ki egy kicsit magunkat. Thank you.
Thank you.
A három kívánság. Február földig csüngette dús, zúzmarás szakállát. Kleofás kezében bádogvödörrel kilépett kunyhójából, őszhajába hópihék ejtő ernyőztek. A tó felé közeledett, hogy vizet merjen a jégpáncélon tátongó légből. Amint kihúzta a vödrét a vízből, látta, hogy egy aranypont ficánkol kétségbe esetten benne. Kérlek, dobd vissza a tóba, Kleofás, ott maradt 121 kis pontyporontyom. Engedj vissza hozzájuk, cserében teljesítem három kívánságod. Könyörgött a ponty. Kleofás kissé elgondolkodott, majd eképpen szólt a halhoz. Nincs egyetlen kívánságom sem. Mindenem megvan, ami szükséges. Mindened megvan? Te hiszen viskóban élsz, vizen és kenyéren, ruhád szakad, csizmád lyukas, és nincs semmi kívánságod. Ámélkodott az aranypont. Nincs. Semmim se hiányzik. Ilyen még nem fordult elő nemzetségünk történetében. Ám tudnod kell, hogy a kívánság teljesítő szabályok szerint most megfordul a helyzet, és neked kell teljesítened az én három kívánságomat. Állok elébe, feleltek Leofás derűs mosollyal. Mi az első kívánságod? Szánsd fel a tó jegét, mondta gondolkodás nélkül az aranypont. Kleofás hazasietett, elővette dédapjától örökölt ekevasát, a csónakot a tószéléhez húzta a hóban, beleszállt, az ekevasat rászerelte csónakja orrára, beékelte a jégbe, erős kézzel megmarkolta az evezőket, és hatalmas erővel tolta előbbre-előbbre a csónakot. Az ekevas csikorogva szántotta a tójegét. Az aranyhal elhűlve nézte a vödör vizéből. Halljam a második kívánságod, fordult hozzá Kleofás, amint egy kicsit kifújta magát. Most menj el nyárítjembe jeget aszalni, mondta a hal. Kleofás összegyűjtötte a jeget, egy átalvetőt kötött a szamarára, egyet a saját hátára, és elindult nyárítjembe. Átkelt a Kristályhegyen, a Szurok folyón, átvágott a Bogáncsréten, és már ott is volt. Megaszaltatta a jeget, és délutánra visszaért a tópartra. A halacska már messziről kiáltotta. Most pedig vesd be a tavat gyöngyborsóval, tavaszfény búzával! Kleofás elszaladt a falu piacára, eladta az aszalt jeget, az árából vásárolt egy kosár gyöngyborsót és egy zsák tavaszfény búzát. Ahogy megérkezett a tóhoz, az aranypont így szólt. Szálljunk csónakba, hadd lássam, mint kell ki a vetésed. Csónakba szálltak. És ahogy Kleofás szórni kezdte a gyöngyborsót és a tavaszfény búzát, nyomában a vízbe hullott magvakból kikelt a kikelet. A ponty megrázta magát, és pikkelyeit a csónakba és Kleofásra szórta. A rozogat csónak egyből aranyladikká változott, Kleofás szakadt ruháján pedig csilingelve csüngtek az aranypikkelyek. A hirtelen támadt ragyogás vakította február szemét. Feltápászkodott a tájról, és csurgó, csepegő jégcsapszakállal elindult a hegyek irányába.